Az idei visszaesés és elszabaduló infláció után jövőre 3-4%-os gazdasági növekedéssel és 5-6%-os pénzromlással számolnak a szakemberek. A kormány szerint visszaállt a gazdaság a növekedési pályára. Kérdés, hogy ez hosszú távon fenntartható-e. A gazdaság állapotát Bokros Lajossal elemezzük. Itt van a volt miniszter, egyetemi tanár, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Átutazóban? Bécsi és Kolozsvár között? Igen, természetesen. Ez egy folyamatos ingázás a két egyetem között? Folyamatos ingázás, igen. Két egyetemen tanítok, és mind a kettő kiváló egyetem. Nagyon szeretem mind a kettőt, és nagyon jók a diákok, a kollégák. Úgyhogy öröm számomra, hogy még mindig igényt tartanak a munkámra. Mennyire kérdés ezeken az egyetemeken, hogy mi van a magyar gazdasággal, hogy mi történik, vagy mi történt? Látva mondjuk az Kolozsvári inflációt. Egyetemen elsősorban kérdés, azért, mert hát ugye ott a magyar vonalon tanítok, ami azt jelenti, hogy a diákok magyar származásúak, és magyarul adunk elő, és nyilvánvalóan a romániai magyarság számára nagyon fontos kérdés, hogy Magyarország gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, erkölcsi állapota milyen, és esetleg milyen kívánivalókat hagy maga után. Úgyhogy nagyon gyakran arra kérnek, hogy hasonlítsam össze a két országot. Természetesen nagyon mélyen benne vagyok a romániai gazdasági életbe, követem napi szinten, és ezt az összehasonlítást így meg tudjuk tenni. Jó, akkor most, ha már itt tartunk, nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy az, hogy a románok jönnek föl, és bizonyos szegmensekben megelőzték Magyarországot, igen, ez itthon is téma Magyarországon, igen, is. Látható, hogy mi okozza az, hogy nem tudjuk most tartani a lépést Romániával? Látható, természetesen. Három fő okot emelnék ki. Az egyik az, hogy Romániában még megvan a jogállam, és a jogállam az egyfajta stabil keretet biztosít a befektetők, beruházók, vállalkozók számára, tehát sokkal kellemesebb és hatékonyabb a úgynevezett beruházási befektetési környezet abban az országban. Ömlik be a külföldi tőke, nem az egész országban, a teljes egészébe, de azokban a városokban, amelyek látványos fejlődésen mentek keresztül az elmúlt időszakban, ezek közé tartozik Kolozsvár, Temesvár, adott esetben Jászvásár és még más városokat is lehetne említeni. Hát ezek világszínvonalú létesítményekkel rendelkeznek, most már nem csak egyetemekkel, hanem olyan külföldi vállalkozások tömkelegével, amelyek elsőbe, másodikba elkapkodják a diákjaimat, tehát igazából hihetetlen mértékű húzóerőt gyakorolnak a gazdaságra. A másik, ami nagyon fontos, hogy a kormány gazdaságpolitikája sokkal kiszámíthatóbb és logikusabb, nem küzd olyan sok ellentmondással, amivel Magyarországon ma nyilván erről beszélünk, hogy itt mi lesz, és hát a gazdasági növekedés az magasabb, az infláció alacsonyabb, mondom, a helyesebb pénzpolitika és a sokkal kiegyensúlyozottabb költségvetési politika eredményeképpen. Hát ezzel a válaszsal voltak éppen a magyar politikáról, pénzügypolitikáról a véleményét is elmondta egyúttal, mert nyilván ezzel szembeállítva mindazt, ami nálunk történik, le lehet írni azt, hogy mi itt a gond. Részben igen, részben azonban érdemes mindig egy országot a saját múltjához hasonlítani. Tehát, hogyha beszélünk éppen a költségvetési és a pénzpolitikáról, mondjuk, mint ami a legfontosabb két eleme annak, amit úgy hívunk, hogy makro jellegű gazdaságpolitika, akkor azt lehet látni, hogy ez a két elem ma megint nincs összehangolva, de másképpen, mint annak idején, mondjuk a koronavírus járvány előtt, ahol elsősorban azt lehetett látni, hogy olyan körülmények között is, amikor gyors gazdasági növekedés volt, még alajat öntött a tűzre a gazdaságpolitika azáltal, hogy az olcsó pénz és a sok pénz politikájával, valamint költségvetési túlköltekezéssel túlfűtötte a gazdaságot, meg is lett az eredménye. Ez egy mohóság volt? Tehát még akarok többet? Nem értették, nagyobb, hogy miről nagyobb van szó. Nagyobb eredményeket, ezt Magyarországon körülbelül 25 éve nem értik a kormányok, hogy miről van szó ebből a szempontból, mert a olyan körülmények között, amikor jó konjunktúra van egy országban, ami azt jelenti, hogy a magánszektor kereslete gyorsan növekszik, akkor a magánszektor keresletét nem fokozni kell állami túlköltekezéssel, hanem az államnak takarékoskodni kell és hűteni kell a gazdaságot annak érdekében, hogy az amúgy is vörösen izzó gazdaság az ne termeljen növekedés helyett most már magasabb inflációt és nagyobb eladósodást.
Hát Magyarországon a koronavírus járvány alatt meglett a következménye ennek a helytelen pénzpolitikának és költségvetési politikának. Mi lettünk európai aranyérmesek az infláció tekintetében. Ma is mi vagyunk még az aranyérmesek, noha a kormány számítása szerint ez már egy számjegyűvé csökkent. De igen, ám ez kevés ahhoz képest, amit más országok elértek. Eurózónában már 3-4% az infláció. Magyarország még jövőre se fogja elérni ezt. Az 5-6% az talán reálisnak tűnik. Ez túl magas olyan körülmények között, amikor a pénzromlás, ahogy említettük a bevezetőben is, nagyon jelentős. És a költségvetés az nem vonult vissza kellően, tehát nem folytatunk igazán antiinflációs fiskális politikát. Hihetetlen mértékű a költségvetési hiánya, ami olyan körülmények között, amikor nincs gazdasági növekedés, csak visszaesés van, csak az eladósodás fokozza. Nem akarnék ebben különösebben elmélyülni, különös tekintetel arra, hogy ezen a héten már beszélgettünk itt ebben a műsorban másokkal erről, de az a vita, ami a Nemzeti Bank és a kormány között zajlik, ami leginkább persze arról szól, hogy ki tehet a magas inflációról, na ezt akartam kérdezni, hogy az mennyire komoly az önvéleménye szerint, de már erre is válaszolt rögtön. Kifejthetem azért két mondatban, mert hogyha egy kormány és jegybankja között viták vannak, az önmagában is negatívan hat a befektetők és a beruházók, a vállalkozók kedvére, mert hiszen kiszámíthatatlanná teszi a jövőt és az egész gazdaságpolitikát. Tehát kárt tud okozni az ilyenfajta vita. Ráadásul olyan értelemben fölösleges az a vita, amikor pontosan tudjuk, hogy Magyarországon nem független a jegybank, hanem az is a kormány fő jobb keze, a pénzügyminisztérium pedig mondjuk a bal keze. Tehát, hogyha úgy veszük, akkor ezek éppen együtt is működhetnének. Az a baj, hogy se a pénzpolitika, se a költségvetési politika nem jó, és pláne a kettőnek az összhangja nincs meg. De most látunk egy egyre szigorodó jegybanki politikát, most éppen túl magasak a kamatok, különösen azzal összehasonlítva, hogy a koronavírus járvány előtt meg nagyon sokáig túl alacsonyak voltak, meg is van ennek az eredménye, hihetetlen veszteséges jegybank, és túlzottan erős a magyar forint. Másik oldalon viszont, mint említettem, van egy nulla növekedésű gazdaság, amelyben 6% az államháztartás hiánya. Mi értelme van annak, hogy restriktív, azaz visszafogás, szigorú pénzpolitika, és hozzá egy expanzív, azaz túlköltekező költségvetési politika. Ez teljesen értelmetlen. Azt mondja, színjáték, de ki mozgatja itt a szálakat? Ki mozgatja a szereplőket? Orbán Viktor. Mind a kettőt? Mind a kettőt. Érdekes. Mert hogy látnám az értelmét, látnám az eredményét. Az mégis valaki, hogy az a értelme, tehát politikai értelme van, gazdasági értelme nincsen, sőt, gazdaságilag kára van. Politikai értelme az, hogy mind a kettőt bizonytalanságba tartsa, annak érdekében, hogy ki lehessen játszani őket egymás ellen, és mindenki tőle függjön, és az ő kegyeit keresse. Ez minden oligarchikus rendszerben így van, önkényuralmi rendszerben még inkább. Mi lesz jövőre? Ugye azt mondja a kormány, hogy sokkal jobb adatokkal találkozunk, majd elindul a növekedés, elindul a reálbér növekedés, és nem csak a gazdasági növekedés, csökken az infláció, kilábal Magyarország a nehéz helyzetből, amiről egyébként Varga Mihály pont tegnap előtt mondta azt, hogy nincs is nehéz helyzet, hisz nem volt itt igazi visszaesés. Nem akarok a számokon lovagolni, az, hogy nincs növekedés, az lehet nem visszaesésnek nevezni, de stagnálásnak kell mindenképpen. És körülbelül olyan körülmények között, amikor a többiek eveznek, akkor a sodródás az nem elég ahhoz, hogy mi is a felzárkózás élvonalába kerüljünk. Tehát mindenképpen arra lenne szükség, hogy nagyobb legyen a gazdaság növekedése, ehhez azonban beruházásokra van szükség, mégpedig termelő beruházásokra, illetve a fizikai és a humán infrastruktúra fejlesztésére. Egyelőre ezekre a területekre nagyon kevés pénz jut, ehhez hozzájárul természetesen is az Európai Uniós pénzek egyelőre nem jönnek Magyarországra, vagy nagyon kevesen. Ami jön, az inkább a folyamatos jövedelempótlás szolgálja, elsősorban a jövedelempótló támogatások a mezőgazdaságban, de ez kevés ahhoz, hogy a hatékonyság és a termelékenység növekedjen, ami a hosszabb távon akár a reálbér növekedés és az életszínvonal növekedésnek az áloga. Pont a beruházást említette, azt, amiről van egy friss KSH adat, és ott az egészen elképesztően rossz adatsor. Tehát a 12,6%-os gazdasági adat az egész gazdaságra vonatkozik, de ott voltak ilyen 26-27%-os csökkenésről beszélek. Építőipar tekintetében. Együk hozzá, hogy csökkenésről beszélünk, csökkenésről, nem növekedésről. Végig, tehát mind. Tehát ezek szörnyű adatok. Igen, ezek szörnyű adatok, és azt mutatja,
hogy a vállalkozók, a beruházók nem bíznak a magyar gazdaságpolitikában, és nem járulnak hozzá a maguk kockázatára a jövőbeni növekedés és fellendülés megalapozása. Külföldi beruházók, ugye Románia kapcsán említett, nincs értelme különbséget tenni műsorvezető úr a kettő között, mert egy nyitott, kicsi Európai Unióban mélyen beágyazott gazdaságban nincs ilyen, hogy már belföld meg külföld, hanem arról van szó, hogy a külföldiek nem ruháznak be, akkor a belföldiek se fognak, mert látják, hogy ó, itt valami baj lehet, tehát ez a fajta óvatosság az átsugárzik. És fordítva is így van. Külföldi beruházók akkor jönnek egy országba, amikor látják, hogy pezseg az élet, és a belföldi beruházók is hajlandóak kockázatot vállalni. De azt mondja, hogy dől a pénz Kínából. Hogy jönnek a beruházók, egyre másra nyílnak. Úgy jönnek, hogy közben olyan 680 milliárdos támogatást kell adni csak egy beruházáshoz, ez a debreceni Kattl kínai akkumulátorgyár. Amelynek visszavonták a környezetvédelmi engedélyét, de önmagában is az bizonyítja, hogy ez egy olyan beruházás, ami soha nem fog megtérülni. Na most ilyen soha meg nem térülő beruházásra lehet csalogatni olyan tőkét, amelynek csak az az érdeke, hogy a magyar adófizető pénzét a költségvetési támogatásokon keresztül elsajátítsa. De ez nem járul hozzá a gazdasági teljesítmény tartós növekedéséhez, és pláne nem olyan módon, ami a pénzügyi egyensúlyt is megőrzi. Hát akkor miért jó? Politikailag. Politikailag, ezt nem egyszer, nem kétszer mondta. Bokros Lajos, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.